úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült. A lényege egyértelműen az, hogy a strandoló közönséggel, az ide látogatókkal megismertessük a halászéletet, a halászati hagyományokat. Itt nem az a lényeg, hogy mennyi hal fogunk, tehát azért az üdvű valgásokból lehetett hallani, hogy zsákmányi sokat. Balatonra jellemző halfaj összetétele, sok keszeg és néhány külsüllő volt a zsákmányban. Mit csináltak ezzel a hallal? Ezzel a hallal ezt jól lett volna visszaengedni. Volt a zsákmányban egy kis harcsa, amit visszaengedtünk, de igazából azért ott ezt a halat mindenki meg akarta fogni, mindenki meg akarta simogatni, tehát nem voltak visszaengedésre alkalmas állapotban, amire a strandolók kiengedték őket a kezük közül, úgyhogy ezt beszállítottak a Gyenesdiási halboltba. Azóta szerintem lehet, hogy sültetek formájában egy része már itt van. Kapható. És hogy sikerült a halászlépkőző verseny? Én úgy gondolom, hogy nagyon jól, egy nagyon erős mezőny, egy 32 csapatból álló nagyon erős mezőny versenyzett. Különböző típusú halászleveket kellett összehasonlítanunk, a bajai, a tiszai, a kőrösi, a balatoni, mindegyik megjelent a repertoárban. Nem volt könnyű dolga a zsűrinek, az összesítés folyamatban van. Én azt hiszem, hogy az eredmény hirdetése mindenki fog derülni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Ez az online kedvéért van. Jó.